A Szadai Önkormányzat hagyományosan minden év végén ünnepi műsorral és vacsorával köszönti a nagyközség intézményeinek dolgozóit. Az ünnepségre december 16-án a Székely Bertalan Általános Iskola tornatermében került sor. A meghívott több mint 150 főnek a veresegyházi Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola szadai tagozatának növendékei adtak ünnepi műsort. Az intézményi karácsonyi vacsora vendégeit Szadanagyközség polgármestere Oroszi Sándor köszöntötte. Ezen az évzáró ünnepségen el lehet mondani, hogy ez az intézményi és önkormányzati kollektíva teljesítette a 2016-ban is azt, amit tőlük elvárt az ország, elvárt itt Szadanagyközség lakossága, elvártak a gyerekek, elvártak a szülők,
mert ugye ez az intézményrendszer egy összetett, ugye itt beszélünk, kezdjük a mindennapi dolgozókkal, folytatva az, hogy aki az étkezést biztosítja, aztán jön a kultúra, jön az iskola, jön az óvoda, tehát mindenki sorba hozzátette a saját fizikai és szellemi tudását. És meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem minden területen a kis kollektíváknak azt a munkát, amit kifejtettek. Én nem azt mondom, hogy nincsenek apróbb hibák. Én nem azt mondom, hogy nem lehet tovább lépni, fejlődni, de a magam példájából indulok ki, én is hibázok nap, mint nap. Igyekszem jóvá tenni. Igyekszem helyre tenni a dolgokat. Igyekszem túl lépni ezeken a dolgokon. És én azt látom ebbe a kollektívában, hogy ugyanígy gondolkoznak. Tehát van bennük munka iránti tisztelet, egymás iránti tisztelet, szeretet. Van bennük olyan, hogy megmutatom, hogy a mi csapatunk a legjobb. És ez viszi előre ezt a nagy községet. A polgármester a már benyújtott jövőévi pályázatokra és tervezett fejlesztésekre is kitért. Bölcsőde. A főútvonal, a gyalogátkelőhelyek, a buszmegállók, az ipari park fejlesztés, energetikai program. Van egy kiemelt energetikai program. Lesz, ha minden igaz, és a Jóisten is úgy akarja, akkor lesz egy energiamező, amely jelentős energiát fog termelni, amit eladunk, vagy részben felhasználja a nagyközség. Ez majd a jövő döntése lesz. Szada vezetősége nagyra becsülését fejezte ki az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek és munkatársainak az egész évben nyújtott értékes munkájukért. A polgármester megköszönte a nagyközség díszpolgárainak, az oktatási intézmények vezetőinek és munkatársainak, az egészségügyi intézményekben dolgozóknak, valamint a körzeti megbízottnak és a polgárőrség vezetőjének, hogy munkájukkal 2016-ban is a nagyközség érdekeit szem előtt tartva támogatták Szada vezetését és lakosait. Az est folyamán külön köszöntötték Vécsei László országgyűlési képviselőt is. Egy kicsit a karácsonyra kanyarodnék rá, ma délelőtt indítottunk útnak Erdélybe, Bőte Csaba Árváihoz egy nagyobb szállítmányt 3 teherautóval, és szeretném mindenkinek elmondani ezt a néhány mondatot, amit a plébános úr, aki megállotta a szállítmányt, elmondott nekünk. Tehát karácsonyra készülve, amikor az ajándékot átadjuk bárkinek, családtagnak, ismerősnek, ismeretlennek, akkor hunyorítsunk. Hunyorítsunk nagyon erősen, olyan erősen, hogy már alig látunk, és akkor meg fogjuk látni a szeretet urának az arcát. Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott ünnepeket kívánok! A nagyközség első embere a nyugdíjba vonuló kollégákat külön kiemelten köszöntötte. Balog Ágnes pénzügyi vezetőt, Bakos Gábornét és Gombai Józsefné óvodai dajkákat, illetve Verérné Kovács Rozáliát, a helyi általános iskola igazgató helyettesét. Lovászné Kozma Edit 36 évig dolgozott a Székely Bertalan óvodában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kitüntetését és Szada nagyközség ajándékát Oroszi Sándor polgármester nyújtotta át a most nyugdíjba vonuló óvónőnek. Mi Szadai nagyközség önkormányzata ilyen magas kitüntetést nem tudunk adni, de szeretetet, megbecsülést és egy kis figyelmességet, azt igen. És köszönöm a munkát, és fogadja el tőlünk ezt. Edith 36 évet töltött nálunk az óvodába, nagyon magas színvonalon végezte munkáját, és ezért nyugdíjba vonulása alkalmával kapta meg ezt a kitüntetést, amit nagyon megérdemelt, és nagy szeretettel adtuk neki át, és nagy örömre szolgált, hogy tudtunk neki ilyen szép kitüntetést nyugdíjba vonulása alkalmával adományozni. Érdekes emlékeim vannak még a kezdetektől, amikor még cserélgettük a csoportszobákat, mert ugye nem volt csak 3,
és mindig meg volt mondva, hogy na akkor melyik csoportszobába kell a kicsiknek, melyikben a nagynak. Aztán ugye bővült, szépült szada is, épült az új oldal, akkor kaptunk új csoportszobát, az nagy élmény volt. Nagy élmény volt, amikor csinosítottuk az udvart a saját kezünkkel, tényleg nem számítva az, hogy a vezető óvónéni Weiss Magdolna a két kezével, és a vödörből szorva a magokat tényleg, és utána sokáig vigyázva az udvarra. Mindig megbeszéltük, hogy milyen mászókák, milyen fejlesztő játékok legyenek a gyerekeknek, és csak azt láttam mindig évről évre, hogy épül-szépül az óvoda. Aztán persze, hogy nőtt a lakosság létszám, nőtt a gyerek létszám, muszáj volt fejleszteni az óvodánkat, és én ezt mind végig élhettem. Tehát a három csoportos kis óvodából lettünk öt csoportosak, hat csoportosak, aztán most már ugye van a kis bölcsis rész is. Úgyhogy ezeket így végigélni és visszaemlékezni, hogy honnan indulva mivé vált a mi óvodánk, nagy büszkeséggel tölt el, hogy itt dolgozhattam egy ilyen szép és megújuló és tényleg modern óvodában. Ami meghatározó volt számomra, az mindig is a népi hagyományok őrzése. Leginkább a zeneiség az, ami engem mindig megfogott az énekfoglalkozásokon keresztül, a népiesség, a néptánc, amit aztán népi műsorban a szadai hagyományokra alapozva próbáltam a gyerekek felé közvetíteni, és így megőrizni a hagyományokat. A szadai hagyományok az nagyon fontos volt számomra, tehát amikor műsort csináltam, akkor a későbbiekben már, ugye először még nem volt ez a Sejszada falu könyv, de későbbiekben már megszületett ez a könyv is, ami nagy segítségemre volt. És azért voltak segítőim is mindig, ugye az évek folyamán én azért itt megemlíteném Ciberéni Szitó Mária nevét, nem győzöm elmondani mindig mindenkinek, hogy azért ő volt az, aki először ezen a úton elindított engem, segítve, hogy hogyan kell a gyerekek felé ezt úgy közvetíteni, hogy látványos legyen és szép legyen. És a többieknek is azt tudom mondani, hogy nyúljanak mindig vissza a néphagyományokhoz, mert az örök. A kellemes hangulatú karácsonyi intézményi ünnepséget, mely már hagyomány szada életében, az ünnepi vacsora zárta. Áldott békés karácsony, nagyon boldog új évet, sikereket, és főleg egészséget. Egészséget és szeretetet.